A montenegrói Budućnost Podgorica utána Dan Randers sem úszta meg az Eto-hengert. A BL címvédőjét 27-17-re, a skandinávokat pedig 25-18-ra iskolázta le Ámpros Mátin együttese, ráadásul idegenben. A kőkemény védekezés ezúttal is jellemző volt a zöld-fehérek játékára, akik az első félidőben ezúttal is 10 alatt tudták tartani ellenfelüket. 14-9-es eredménnyel fordultak a felek, és a 7 gólos különbség már a második félidő 9. percében összejött úgy, hogy a Mesnek ezúttal is volt egy több mint 10 perces periódus, amikor nem kapott gólt a magyar bajnok. A Rábapartiak végül a 6 gólos Lökke és Görbic vezetésével 25-18-ra nyertek, és 2 meccsből 2 győzelem a mérlegük az első középdöntős csoportban. Ugyanúgy, ahogy a norvég Larviknak, amely szintén idegenben győzött 20-18-ra a Podgorica ellen. A kvartett 2 hibátlan együttese szombaton este 17:45-kor csap össze Norvégiában a BL középdöntő harmadik mérkőzésén.